Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Elkészítem nektek az egyszerű fánkomat, ami tényleg nagyon-nagyon egyszerű. Amit fogunk használni hozzá. Hát az nekem nincs teljesen egy fél kiló liszt, őszinte vagyok. Mert nem szeretnék sokat sütni belőle, mert csak itt fog két napja csináltam meg egyébként. Igen, itt fog ránk maradni. De elmondom, hogy mi az, ami kellenek hozzá. Ti használjátok fél kiló fehér finom lisztet. Vajat, só, vanília aroma, vaníliás cukor, narancs, citromhéj, de ez elhagyható, de nagyon megdobja, egy tojás sárgája, 2 deciliter tej, amit már most bele is fogok rakni a mikróba, ebbe teszek 2 kanál, 2 kis kanál cukrot, felkeverem, és akkor berakom a mikróba. Kelleni fog egy instant porélesztő. De minden recept le lesz írva, minden, hogy miből mennyi van, hozzávalók, az majd le lesz írva. Jó, leírásban megtaláljátok majd. Igen. Na, akkor elsősorban is, amivel fogunk kezdeni, az lesz, hogy... Az, ami még nem volt. Igen, ami szerintem a mosogatógépbe van, de nem biztos. Na mindegy, nekünk ez is meg fogja tenni. Itt van a lisztek, majd tej még vajon langyosra kell, ugye? A lisztet szépen... Szitálod? Beleszitálom. Te most lekapcsolod, nem? Jó. Beleszitálom, keltésztáknál ez ugye fontos, tessék, már ott is van benne egy valami, ami miatt nem lett volna jó. Egy olyan kis darabtól már nem jó. Persze, és látod, azért van jó, benne. Ó, de kényes. Na. Teszünk bele sót. Hát egy teáskanálnyit. Beleteszem az 50 g porcukrot. Vaníliás cukrot, 2 csomaggal, de azért teszek 2 csomaggal, mert én majd tenni fogok bele ilyen vanília aromát is. Kis vanília aroma. Ide hozom a tejcsit. Ó, igen, felfog. Meleg lesz. Nem vészes szerintem. Aki rendes élesztőből csinálja, ugye ez ugyanez a tortúra, ugyanúgy felfuttatod, ugyanúgy teszel bele cukrot, mindent. Nem, jó. És a porélesztőt szépen beleteszem, egy csomaggal. És ezt is. Elkeverem, teszünk rá balond lisztet, idehozom az olajat, ez egy régi recept, ezt a receptet egy olyan hölgytől kaptam, amíg annó, aki nagyon tud sütni. Békebeli recept. Igen, békebeli recept. Ezt félretesszük, addig reszelek citrom és narancshéjat bele természetesen. Könnyű és üde. Ugye fontos az élesztőnél, tényleg teljesen megdagadjon. És citromot mondom, aki akarja... Ez narancs. Mindegy. Aki akarja, ezt elhagyhatja, ez nem muszáj, de nagyon sokat dob az ízén. Az egésznek. Jaj. Nincs rajtam a kötényem. Elnézést mindenkitől. Na. Ezek már nem fognak kelleni. Ezt elpakolom, míg feljön a bolond élesztő. Ezt kidobálom, kicsit rendet rakok itt.
magamnak. Egyébként a vaj az 30 gram. Talán azt nem mondtam, ugye? Vagy nem tudom. Majd leírom a leírásba. Jó, oké. Okay. Majd leírd nektek mindent az olyan leírásba, hogy a pontos dolgokat itt megkapjátok. Pontos recepteket megkapjátok. Igen, igen, igen. Addig ide behajítok minden. Persze várok a teljes, élesztős cucra. Dologra. Ezt meg kell várni? Persze. Úgyhogy szerintem jövök vissza. Oké. Okay. Szuper. Most következik az a része. Ami még nem volt. Látjátok, nézzétek? Hogy feljött. Látszik is. Hmm. Ezt legalább így várjátok meg, hogy tényleg meg kelljen, ezért ez egy porélesztő. Belerakjuk. És adunk hozzá. Hát most nekem csak ilyen literesekben van. Nagy literesekben. Hogy ki tudod szedni? Megpróbálom. Hát szerintem önts ki valamibe. Nem kell, ügyes vagyok én. Úristen. Egy. Kettő. Három. Papá, négy. Majdnem jó volt. Egy meg az asztalon. Majdnem jó volt. Hát akkor majdnem öt. Nem baj, bakik előfordulnak. Hát ez egy valóságos videó. Az a valóság show. Hát olyan, hát a mély, azt is lehetne mondani. Egy... Akkor élőbe menne. Na, és akkor szépen elkezdjük. Beleteszem ilyenkor a... Ja. Igen, ez kimaradt. Megy bele a vaj. Toigli. Azt teszem, csak szétszedem. Ennek a tojás sárgája. Csak a sárgája. Only yellow. Ez ilyen dobálj össze mindent. És ha úgy érzitek, hogy kelleni fog bele tej, akkor langyos. Arra figyeljetek oda, látjátok, kelleni fog. De elsőnek hagyom, hogy a gép jó eldolgozza. Egy nagyon-nagyon lágy keltésztát kell, hogy kapjatok. Ez jó is lesz szerintem. Ha esetleg valaki nem tényleg túl lágy, vagyis túl kemény, akkor nagyon-nagyon, inkább azt ajánlom, hogy kis kanál vagy kanállal adogassátok hozzá, hogy ne legyen több a tej. És akkor kapni fogtok egy ilyen sima tésztát, de legalább, aki kézzel csinálja, legalább fél óráig kell dagasztani. Na én azért nem szerettem annó lángost meg lángot sütni, mert nem volt a gépök, és mire kidagasztottam, meghalt a kezem tízszer. Amióta hát ez a gépen meg, és nézzétek meg, milyen szépen dolgozik. Nagyon-nagyon. Jó, akkor hagyjuk dolgozni. Hagyjuk dolgozni, és jövök vissza. Össze is gyúrta, kiteszem. Ez gyorsan, ide. Kb. 2-3 perc vagy csinálta. És akkor kilisztezett, de nem csak kicsi lisztes. Nem nagyon. És utána már nem is kell lisztezni, mert ennek a tésztának nem kell, hogy ragadjon. Kézzel ki. Dolgozom még. Látjátok, ez már, ennek már nem kell ragadnia. Ilyen állakot kell, hogy kapjatok. Ilyen nyúlósat, és vissza is menjen. Ennél lágyabb tészta ne legyen. Ennél lágyabb. Én csak így gurigatom, semmi extrát nem szoktam benne. Nagyon sok fánk recept van, de a legtöbb, őszinte leszek, nem jó. Én már kipróbáltam egy csomót,
És amikor ezt megadta nekem a lángos néni, már évek, hány éve? Nem tudom. Fogalmam nincs. 6 kb. Azóta én ezt az egyfajta fánkot sütöm, ez általában mindenkinek bejön. Úgyhogy ha ez megvan. Akkor megy kelni? Teszek ebbe egy kis lisztöt, de mondjuk nem ebbe kéne. Vagy jó, ez mindegy az? Nem mindegy az, mibe kell. És ez szépen meleg helyen egy órát kelesztjük. Oké, okay. Addig megyek tévézek. Menjék tévézni. Na, meg is kelt a tésztám. Pihentünk egy órácskát. Egy órát pihent a mi drága tésztánk. És akkor annyi a dolgunk, hogy ez szépen nem túl vékonyra, de nem is nagyon vastagra. Elérkeztem az olajat. Hát kb. Így, ekkorára mondtam, nem csinálok sokat, ugye? Belemártjuk a lisztbe. Teszünk a közepébe egy ilyen lyukat. Ha valakinek van szaggatója, az még jobb, de így is jó. Valaki még ilyenkor kiszaggatás után szokta pihentetni. Benyomjuk. Szépen. A bolond fánkok. Ja, jó illata van. Ja. És nem tűzforró zsírba, mert nagyon sokszor hallom azt, hogy tűzforró legyen. Az a baj, ha tűzforróba felrakjátok, akkor van egy rossz hírem, nem fog megsülni. Nem fog megsülni, és nyers marad a belseje. Kívül megég, belül pedig nyers marad. Na hát ki akar nyers tésztát enni? Senki. Úgyhogy nem olyan tűzforróra, de ne is hideg legyen. Szerintem ez a köztes, hogy épp hogy sercegjen. Ha jól kidolgoztátok a tésztát, akkor az tökéletes. Na. Benyomkodjuk. Aztán ami marad, azt mind felhasználjuk. 2, 4, 6, 8, 10, 10. Jó, de ez nem 13. Volt fél kiló ez a liszt. Tizennégy-tizenöt darab kijött belőle. Hát egy kilóból süttök, szerintem a 20-30 darab, ami ki fog jönni belőle. Nagyon szeretek amúgy meg fánkot sütni. Hát ez meg... Azt hagyjad meg. Úgy kisütöd. Ennyi. Na. Feljebb veszem most már a... Beledobok egy tésztát. Csípünk. Úgy próbáljuk ki mindig, hogy csípünk le a tésztából, belerakjuk. És még semmi nem történik. Jöjjön a sütfő. És... A lyukkal lefelé tesszük. Ugye, amit csináltunk bele mélyedést, annak a épp az ellenkezője. Nem teszek bele túl sokat. És megfogjuk, és fedő alatt sütjük.
Nagyon figyelünk rá, mert nagyon hamar meg tud égni. Én most egy ilyen tudom beletenni. Hamar kisül egyébként? Egyébként hamar kisül, nem azzal van itt a baj. Csak mondom, ebből alatt kell ezt sütni, hogy megsüljön tényleg, ténylegesen. Nagyon sok a baki annál, aki ugye tűzforró olajba belerakja, és kívülről megég, belül meg nyers marad. Szóval mindig így fedő alatt sütjük. És ez majd még fog dagadni ugye a melegtől, és így is lehet még külön dagasztani, hogyha valaki nem annyira siet, kiszaggatva, én már nem szoktam, de valaki igen, úgyhogy ez tényleg egy nagyon könnyű recept, szóval még elrontani se tudjátok, ugye, és meg lehet nézni, ez így szépen ilyen vastagságú, nem egy lapos pampuska, de rég hallottam már ezt a szót, pampuska. Jól, megsütjük mind a két oldalát, szépen. Lekvárral, vagy csoki pudinggal is lehet tálalni, akinek van ez a... És aki belül szeretné megtölteni. Azt akarom mutatni, van ez. És ugye vannak hozzá bizonyos helyek, ami a tűzzacskóban lesz. Na, mit tölthettünk? Ezt megtöltitek, és akkor majd mindjárt, ha kisül. Egyébként itt vannak hozzá nekem ugye a fejek. És ugye megfőzted a pudingot, ebbe belekanalazod. Hát ilyen pálcával szokták, vagy jó, hogyha van otthon szívószálatok, az is jó. Mellette így belenyomjátok a fánkba, aztán ezt belenyomjátok, és kész is van. Szóval tényleg, na nézzétek meg, milyenkor szoktam még egy kicsit visszafordigatni. Biztosra átsüljön. Nézzétek meg, milyen szép nagyokra följöttek, nem lapos. Kis izé, szarok. Hát ugye ne olyat várjatok, mint a bolti, hogy tényleg annyira megegyezik, hogy hú, úristen. Hát jó, tudom, az hogy, házi készítés. Nem tudom, hogy ezt hogy csinálják. Én úgy, nem hogy vagyok, gép csinálja. Én nem vagyok ebbe profi, nem tudok olyan szép. Az nem kézzel van csinálva. Szép sütiket készíteni, de az íze az garantáltan isteni. Mert ilyenkor levehetjük, mert biztos, hogy megsült. És én jó barnára szoktam egyébként ezeket sütni. Nem nagyon szívja bele az olajat, Azért is kell a tésztájába egy kis olajat tenni. Nézzétek meg. Gyönyörű szép, de majd már mindjárt kikapkodom. Várok egy picit. Szerintem magáért beszél a látvány, én úgy gondolom. De jó illat a baj. Hát ez egy jó fajta lángos. Lángos? Mindegy. Amúgy a lángos tészta ugyanez, csak nem cukrosan kell. Akkor kis lángosok ezek? Hát édes lángosok, igen. Látjátok már, ahogy egy kicsit áll, már ugye dolgozik az élesztő. Na jó, van süteges ki szerintem. Kisütöm és akkor... De ez a videó még ma felkerül? Nem, szerintem már csak holnap, azaz péntek. Péntek. Na, most sütöttek pénteken lehet sütegetni. Ja, hétvégére. Bánkokat. Úgy gondolom, hogy hétvégére. Hétvégére. A gyerekek kisüssük. De nézzétek akkor... meg, milyenek lettek. Nem egy ilyen nagyon lapos fánk. A belsejét is várjátok, de olyan forró, hogy... Hagyjad, nézzétek meg.
a belsejét is mutatom. Milyen a belseje. Nagyon könnyű, puha. Úgyhogy kisütöm ezeket, és akkor jövök vissza. Na, el is készültek, az én drága fánkjaim, én jobban szeretem, ha egy kicsit sültebb, és akkor mutatom, csináltam egy kis csoki pudingot a kedvetekért, hogy lássátok, hogy hogy kell megtölteni. Na, most ezzel csinálsz rajta egy lyukat, és jó, benyomod a tésztát. Fogod ezt segítségedre, és nyomod, ameddig csak tudod. Ide fordítod. Vagyis úgy fordítod, hogy benne maradjon. Hogy benne maradjon. És akkor ez is ugyanúgy. Megfogod, benyomod, kicsit a tésztát így elnyomkodod. És amennyit szeretnétek. Nem baj, ha egy kicsit szétfolyik. Na, akkor... Na, így tovább. Majd ezeket még én megcsinálom, és akkor szeretnék olyat is, amiben van lekvár. Ez őszi barack? Őszi barack. És akkor jön rá a bolond kis. Bolond kis, mi? Porcukor. Bolond kis mi? Porcukor, igen. Hát, ha már lúd, akkor legyen kövérkemi. Ha nem. Persze, igazad van. Egyszer élünk. De akkor nagyon. Hát most a díszít... Hol van ezen a lyuk? Ott oldalt. Így? Már jön, uram, kedves uram. Várok. Keresem a porcukrot. A porcukrot, mert az előbb volt a kezemben. Semmi gond. Hát de már szerintem ezt megszokták a nézők is. Ki mosok, jelez. És el is készült az incsiklandozó fánk. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot. Írjatok kommentet, az egyik csoki pudingos, a másik pedig őszi barack lekváros. Ha valaki azt gondolná, hogy megégett, ez nincs megégve, csak én így szeretem. Lehet világosra sütni is, ezt ti süssétek úgy, ahány ház annyi szokás, süssétek ti úgy, ahogy nektek tetszik. Úgyhogy szép napot kívánok nektek, szép estét, puszi mindenkinek! Sziasztok!